Ilyen rangos mezőny még egyszer sem jött össze a legkisebb hajóosztályban, a kalózként elhíresült kategória magyar bajnokságán. Más olimpiai hajóosztályokból ismert versenyzők is ott voltak a paksi atomerőmű Koloska kikötőjében zajló futamokon. Jelzésértékű, akár a többszörös kékszallaggyőztes Litkei Farkas, vagy a 470-es géposztályban aténi olimpikonunk Vörös Márta, vagy azok a szintén ide benevező egykori kiváló versenyzők, akik például pályafutásuk csúcsán Szóling világbajnokságon is részt vettek, most is nagyon szeretik ezt a sportágat, és annó ők is a kalóz hajóosztályban kezdtek, így figyeltek fel rájuk a sportágban. Maga a kalóz országos bajnokság az azért megtiszteltetés az Atomerőmű Sport Egyesület vitorlás klubjának, hogy megrendezhetjük adott esetben az OB-t, ami most egy nagyon népes mezőnnyel, 40 hajóegysége indult el, amiben olimpikonok vannak, tehát olyan neves vitorlázók, akik eljöttek ide hozzánk. 470 findingi, lézer, minden. Tehát több hajóosztályban megmérették már magukat, és igazából most is látszik, hogy hát nagyon jól tudnak vitorlázni. A másik, ha úgy tetszik, nagy ágyúnak, a 400-as számmal jelzett hajó két kalóza számított. Benne egy házas párral, aténi olimpikonunkkal, Vörös Mártával, akinek kormányosa, civilben a férje, egy olyan korábbi versenyző volt, aki 3 olimpián és a híres Amerika kupán is részt vett dél-afrikai színekben annó. I've been working outside of Hungary most of the time, and so olykor van némi nosztalgiám a tengeri versenyek iránt, de ahogy öregszem, úgy múlik ez el. Ebben segít ez a kellemes, nyugodt, kiszámítható környezet, amit a Balaton kínál számunkra szinte az egész évben. Azután, hogy visszavonultam az aktív versenyzéstől, és hobbista vagyok, ehhez szinte tökéletes hely a Balaton, mondta Ainsley Jan érdeklődésünkre. Az első futam várakozás fölöttire sikerült az amatőrnek számító 3 induló paksi hajó egyikének, a Nagy Robert Mészáros Miklós egyébként összeszokott párosnak. Ők sem várták, a 6. jöttek be ekkor. Az utolsó métereken kaptunk még egy helyet, tehát ott veszítettünk mondhatni egy helyet, becsúszott elénk a tavalyi bajnok, éppen csak. Azt mondom, hogy egy nagyon jó rajtot sikerült vennünk, egész jó első rajtszal, illetve hátszeres menetek, amivel eddig sem volt problémánk, azt tudtuk tartani a helyezésünket, nem is csúsztunk lejjebb, néha 5.-4. helyen voltunk. Ebben a rangos mezőnyben Robiék számára nem igazán kedvező szélviszonyok közepette, 5 futam alapján a 14. helyen végeztek, amivel elégedettek lehetnek.